következő utazványt Kacsa kollégám segítségével szeretném bemutatni neked. Ó, legyen! Azért, hogy ő biztosan ne tudja, hogy te milyen kártyákat választasz, ezért el is fordítjuk, hogy ne lássak kapokat. Kérlek, hogy légy szíves, vegyél ki három darab kártyát. Bármelyik lehet. Bármelyik, de legyenek mondjuk különbözőek. Egy, kettő és három darab kártya. Na most, és arra kérlek, megnézhetem. Nézd meg a kártyákat, én is láthatom. Jó. Egyedül a kacsa nem láthatja. Kacsa nem, de úgyis el van fordulva. Igen, úgyis el van fordulva. Most arra kérlek, hogy a kártyákat egyesével tedd bele a csomag különböző helyeire, de úgy, hogy egy picit kilógjanak a csomagból. Jó, mutass meg. Jó, mutass meg a kamerának. Az első lapot. Volt egy Treff király. Treff király. Második lap. Káró kettes. Harmadik a Treffász. Tehát a kártyák benn vannak a csomagban. Most annyi előnyt adtunk a kacsának, hogy már hallotta a kártyáknak a neveit. Megfogom a lapokat, és szépen ide belekeverjük a csomagba, benne vannak. Én is megkeverhetem a csomagot? Természetesen. Én is megkeverem a csomagot, csak biztos egy kedvér, hogy túl meg legyen keverve. Jó? Jó. El is emelem egyszer. Jó. Köszönöm. Most a kacsa visszafordul. Ugye mindeddig semmit nem látott az egész. Semmit. Egyedül a kártyák neveit tudja. Most arra kérlek, beteszem ide a csomagot. És légy szíves, érjünk össze a homlokodon a kacsa homlokával. Így. Nagyon erősen koncentrálj a három lapodra. Igen. Megvan? Igen. És most nézzük meg, hogy a kacsának milyen előérzete van a te lapjaiddal kapcsolatban. Az első lap. Ne. Úristen. Treff, ász. Úristen. Most jön csak a neheze. A második lap már sokkal nehezebb. Kérlek, hogy koncentrálj a kártyára. És a következő a káró kettes. És most jön az... Boszorkányság! Amit boszorkányság. Amit nagyon kevés kacsa tud csinálni. Hoztam magammal egy kendőt. És arra kérlek, hogy ellenőrizd a kendőn át lehet látni? Hát, mint ahogy mondottam, a hajmon sem látok át, de a kendőn sem. A kendőn sem. Most megfogom a kacsa szemét, megötjük. Na most ezt az állatvédők szakszervezete nem fogja lerúlni rajta, tehát ez meg van engedve? Ez meg van engedve. Ő egyébként egy különlegesen tréningelt kacsa, KG-ben is dolgozott annak idején. De most az a lényeg, hogy a harmadik kártyát, amit a legnehezebb mindig megtalálni, bekötött szemmel fogja megtalálni. Tehát nem látta, hogy visszaraktad, nem látta, amikor visszakeverted. Nem lehet. És most nézzük, nem lehet. Doppergést kérek szépen. És a Treff király bekötött szemmel a kevert csomagból, úgy gondolom, hogy egy nagy tapsot megérdemel a kacsa. Nagyon rossz volt? Mit csináljuk máshogy? Mindent.